Akkor útvonalterv. Innen. Na, azt mondja, hogy... Az meg. Duna, új, város, Magyarország. Nem is útvonalterv. Most mind a hárman azt nézzük, tök jó. Sok tessék, nézi majd én. Tessék, nekem... 163 kilométer. Mi? Hogy 163? 163 autópályán az M6-oson. De miért menni az M6-oson? De miért, nekem merre kéne mennem? Hát ez sima 6-oson. Jó, akkor... Nem M6-oson megy a busz. Jó, akkor a sima 6-os út. 135. Ja, úgy megy. Nem látod. 130 amúgy, ahogy én nézem, de te gondolom utcától utcáig. Hát én nem utcától utcáig nézem, én úgy randomba benyomtam, hogy Pécstől közepéig, aztán jó van. Ja, hát én meg beírtam, Pécs meg Dunai város, ez kész. Ezt mondom, hogy én is ezt csináltam. Hát és nekem 130. Azt hittem, hogy Pécs Magyarország, Dunai város Magyarország. Hát... Jó, nyomok print screen. Küldöm a képet. Ne küldj, én ne hiszem neked, de hülye, akkor a Google Maps. Haladjon kelet felé. Folytassa a utat erre Alsóhalom utca. Forduljon balra a következő útra. Enyhén jobban az E73 elmehat felhajtó. Egyébként messze van még úgy, tehát... De amúgy Sumit, amit akarsz ott nézni, vagy mi van? Miért szállt te ott? Mi? Mondom, te miért leszel ott? Pécsen? Mert én pécsi vagyok, és én nyáron megyek le? Minek? Mert nagy múdeom ott lakik. Kihoz. A nagy múdeom ott lakik. Jó. Ó, itt van, mert csak náda is. Mecsek náda, az Az, mecsek náda is, de van neve. Mellette van a puszta hegy. Ki ez a puszta hegy, te? Van oda írva, hogy csinál, én sem tudom. Én Pécs környékét... A paintmester megjött. Na bazd meg, de szar. Jó, hagy, csak beillesztettem, te, és nem is írja a kilométer. Nézd a paint... Mi voltam? Te Ákos. Miért nem képkivágást csinált? Hát egy genius. Hagyjál már! Na! Azt elérted, de megvan, Bale. Jó, nem már bemész be az ukrán tározó, csama. Fúgatni. Sőt, a Pécs mutatja meg, hogy Dunajáros Pécs, de hogy hány kilométer az véletlenül se. Hát de bazd meg, ezt mutatod te. Szerencsétlen. Azért csinálom meg most, nem foglalkozok, de ugyanígy, ezért elküldöm másikat is. Én elküldöm 6-szonnal jobb a bazd meg. Jó, figyelj, na elküldöm, jó. Figyelj. Jó fél, amit küldtem? Azt mondom, ez kiabálnat. Na, Pécs, Pannon. Ezért, Sönhalzsenek. Ki jön? Ezért ismerősen, Pannon. Milyen zöne? Sönhalt. Na, úgy se tudod leírni, úgyhogy nem kell. Mondjad már. Sönhalt. De nem kelltem. Pannon volánt összemondták három másik megyével. Igen, igen. Sönhalt. DDK. Szóval Dél-Dunántúli Közlekedési Központ. Ezt jó tudni. Tavaly még ugye megvolt a Pannon. Igen, most már nincs külön ilyen. Szóval... Ez jó egyébként. Na, hová megyek? Duna? Új. Város, autóbuszállomás mondjuk? Ja, ja. És akkor Pécs, autóbuszállomásról. Mondjuk, mitkor menjünk, mondjuk. Utazás napja mondjuk, nem május, hanem benyomok neki egy júniusi föltöt, ami remélem nem egy... Június 21. Jó, egy csütörtöki nap. Maximálisan én nem akarok sem ennyit gyalogolni, 500 métert akarok, átszállások maximum egyet vállalok. Na, keresés.
vannak azért buszok, de akkor megérdem 3 óra. Hát, ja. Én azt nem vállalom. Nekem is hát jó, de... Jó, de én izé... Szexárnál főszállok, vagy paksnál, nem tudom. Evigyván évésre nem megy el arra. Mi nem? Fogom, mert itt nem látom, mert itt régen volt, hogy hogyan van megjelentve ez a szar, de most már nincsen. Ott a felkiáll, vagy az i-betű, arra kattintsáltam. Hát, de nem működik, rá kattintok a don't work. Ja, hogy erre az i-betűre. Új, bazd meg. Ott van Pécs, Mecsek-Nádas, Bonyhád, Szexárd, Olna, Dunaszentgyörgy, Paks. De most valami jó, hogy elmegy Szexárdra, de akkor is 3 óra, bazd meg. Mikor a reggel 5-ös, vagy reggel 9-es busszal menjek? Mert máshogy nem megy. Én sem 6 órás rohadtal akarok menni. Tehát van még a reggel 5-kor, vagy oda ilyen 8-40-re, meg van egy 9-valamikor, az meg 1. Ez konceptuális. De föl kellek 8-kor, 40-re és ott vagyok. Átszállás nélkül. Ez felejtős. Aha, jó, hogy te meg ketten miatt kibeszéltek a hátam mögött engem. Nem beszélünk ki hátad mögött. Mondom. De ez tényleg csendbe írta. Nem, de... Elküld még egy ilyen képet, szép fotón bubozva. De az már rajta, hogy 130 kilométer. De olyan, hogy nagy képes, hogy ez egy... Nem, mester. Direkt. Ja. Na én ezt nem vállalom, ez felejtős. Érdekel. Neked lesz már jogsid addig, nem? Nem hát. Ja, tessék, Sumi. Automatom én nem lesz. Majd lopjak egyet. Ja, hogy lopjak egyet, értelek. Meg amúgy 20 ezerért lehet Trabantot venni, ja, szóval. Ja, hogy bérelünk egyet. Az nem megyen odáig. Megha a fél úton. Hát jó van, de legalább fél útig el tudsz jönni, mit teszek szállni. Onnan tudom, hogy buszod. Ja. Basszák. Ne fappolj. Ja, bocs. Don't fapp. Látszok, így jó lesz, mindjárt küldöm a képet. Ez az... Hogy már abba, bazd meg. Ezzsis. Na mit szerkesztettél? Így jól lesz bújni. Hát tudod olvasni? Na várjál, nézzük mi ez. Hát jó. Akkor hónap ottali. Hallottad ezt a poént, Ambo? Hát nekem 31 óra mondjuk innen is a búra buszú. Na, nekem is, úgyhogy. Hát nekem meg egy olyan 7-8. Ezt leszem. Ennek még 3 volt egy csöves. Egy jó, de sok romba van. Ja. Ugye ennyivel már inkább szívesebben megyek oda a tát... Az... Tátrába? Igen, a tátrába. Tárnokra. Most mi? Megfogod meg hozzá a vonat? Anyát, hozzá a vonat? Egyébként a vonat... Szerint, nem. Balipesten, Pest. Egyébként Tárnokon Magyarországon van még? Nem, Ukrajnában van már majd. Én voltam már, vagyis hát Tárnokon még kifejezetten, nem csak értem. Hál' Istenem. Hát az meg ugyanaz. Tárnában voltál már? Miért lenne ugyanaz, te csöves? Nem. Jaj, mert sok különbség van. Hát igen. Hát érted, tartozik izé, Diósd is, meg ez a szalad is, nem? Miért tartozna, érted, ez külön település, annyi, hogy... Sorry. Nincs olyan mizé határ, mint mondjuk Paks és Szexárd között 200 ezer kilométer. Hanem egymás egy általán van ennyi. Hát jó. Az miért lenne ez együtt, na mindig ez szedi. Hagyjuk. Hát bazd meg. Hát jó van, nekem úgy van, hogy van Pest, ez izé, ahhoz tartozik minden.
Figyelj, én úgy gondolkodok, hogy van Pest, meg Bécs, és én Bécshez tartozok. Ti áruló, geci. Kuncsitát azért nem szeretem, tehát ami annyira nem... Kuncsitázik. Tehát annyira nem, de jó. Azt nem szeretem. Nem lehetünk csingeling. Én már vagy 20 percet vagyok a játékban, de... Ja, nem basztak még ki. Tényleg nem múlt is indítottam. Ja, de mit indítottam? Azt indítottam, vagy indítottam? Ja, azt indítottam, jó. Mi connection issue. Session is invalid, de restart a game and login again. Milyen session? Session is invalid. Az anyja partját, most fekete a képernyő. Na, de kár. Már csak úgy maradni erre. Na, akkor izé oszlóba tali, nem? Oszló? Nincs is ott garázsom, talán. Ja. Akkor hol van, jön köping le? Ja, ja. Mindjárt user has disconnected again. Vagy mi az? Is offline. Ja. Nem baj. Na, akkor hol? Dansk, vagy mi legyen? Ma megint onnan! Hát, azt a fuart még le se vittette szerencsére. Nem vittem, már befejeztem. Nem fejezted be. Az, hogy beadtett, nyújtasztod magadat a izébe. Hogy mi az hét. Elfedettem. Elfedett, oly mindegy. Menjünk Groningenbe. Na menjünk, bazd meg. De akkor Oslóba. Mi? Nem. Na mind, hogy onnan induljunk, én azt mondom. Jó. Honnan? Groningen. Nincs, szerintem ott nincs garázsom. Azt hittem, hogy azt mondtad egy, hogy ott nincs városom. Ugye, Punky, ugye? Jajjá, yeah. Nekem sincs garázsom ott amúgy. Úgyhogy mi legyen? Én itt vagyok Danskba. Akkor mondjatok ti egyet. Dansk. Megint? Csumi meglátja, milyen kamionon van, besír. Ó, oh, Justin. Ja, nem eredeti a játék, azt az. Na, akkor hol Tali? Gdansk. Gdansk vagy Dansk vagy Gdansk? Hát, Punky, mit fejeztük be Gdanskba? Jó, de azóta én ma mentem egy karikát, de visszajöttem. Jaj, Perni raj. So much raj. You entered in the city. Sumi. Mi van? Na, írtam ebben. Mit írtam? Jaj, most rólam beszél. Mi szedel? Ja, jó, így is jó. Hová írtál? Facebookon. Már mindegy, látom, már alakítottál. Vedd meg, ja, nem. Ez is jó, mondjuk. Úgy voltam vele, hogy már úgyis végén vezettem, végebben, mint a man. Ez jó erős. 750-es motor van benne. Ja. Jó, új Volvo-ja van. Nem. Ah. Manon van. Ja, igen, igen. Mi van, hogy van 750-es motor? Nem. De van. 680 a legerősebb. Most adtad bele a patchet, te fasz. Igen, igen. Az igen. Új Euro 6-os man is benne van. Igen, igen, tudom. Ha jó. Germane! Panzerkampfwagen! Utána oldítsam? Na. Inkább nem. Annyira szép ennek a man... Mannak? Ha mannak na, mondtam, ennek a műszer. Hát mondtam, hogy man. Hát majdnem miatt Kániért mondtam helyette. Ja, ezt megöllek. Miért? Mond miatt nézegettem a Scania-ket, csak nem azt mondtam, hogy nem. Én néztem Highway-t is, de az se. Highway nagyon szar. Ah, pedig egyébként alapból kívülről jól néz ki, de amúgy nem. Igen, igen. Nincs benne erő. Ja, hát egy az, hogy nincs benne erő, kettő nem bírom leolvastja műszerfal. Amúgy Sumi, ne 2000-nél válts buff-val. Szóval néztem a videódat, és így 2000-nél azt mondod, hogy maxon pörgeted az izé, motor. Tehát 2000-nél nem pörgeted még maxon. Csak ott max van végre a zöldnek. Ja. A DAF az csak úgy gyorsul, hogyha pörgeted 2500-ig. Hát jó van, nem baj. Én meg azt is mondtam, hogy lassú sofőr vagyok, és nem. Ja, ja jó, hát ja. De Punkynak a szerelése a videó elején. Level Punky. Milyen szerelésem, te csőj? Ja, 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 ja. Megjavítottad a kontrollert. Miért lehet ilyen gyorsan kapcsolgatni itt vissza?
18-ban hoztatja be a fény, nem lehet ilyen gyorsan kapcsolgatni, de egyből vált. Nem jó. Még tudok duplát váltani. Sorry! Merre vannak a homárok? Nehogy beengedte, idióta. De most hova mentek? Pánki, erre csak azt tudom mondani, hogy nekem volt elsőbségem. Pánki, hova mentek? Nem, már megyünk fuvarba. Anyád! Itt megyek a mancival, Pánki mögött. Anyád! Téd! Jó van, rohadt gecis faszkal, te csak buzik. Itt vagyunk a városba, te csöves. Dehogy vagytok itt? Tikere megáll. Nem álltam meg! Csak szal volt a fordulókör. Csak furcsa metted a kanyát. Igen, én is így mondanám, mondosan van. Na most megálltam, mert most volt lag. Látom. Itt krúzolunk a városba hárman. De Sumi laggol. Mit laggolok? Nem tudom, megálltál nálam a kereszteződés, meg most is. Ki kéne kapcsolnom a torrentet. Nincs rossz izéje. Gurulsz te buzi? Tudom, már megint nyomat az akkumlungot, erre megint gurul ez a pocs. Akkumlungot. Hallod, takarany már. Ó, milyen ukás pótkocsi van ott. Ukás, ja, vikás. Mi? Vikás. Egy E-betűt lesforgoltak belőle, komolyan? Hát, mert nincs licenszt. Na. No power. Jó van, a Scania előtt, ami szavó vette a kanyart. Merre mentek? Szervíz. Most ami szétgyapta a kamion. A tiédet? Mhm. Mert? Na visszakorulgattál, bazd meg azért. És? És? Te ezzel mi történt? Semmi. Mennyivel dinamikusabb ez a Volvo, mint a DAF. Ja tényleg 60-nal lehet menni, akkor miért lőttem én be magamat 50-vel? Ott egy gyalogos biciklis. Mondom én, hogy alig járok én Danban. Nem is ismerem ezt a város. Szép Scania. Kösz. Pánki egyébként már mondta, hogy Scania-t van, úgyhogy annyira nem lepődök meg. Ja. Na, adok ennek valami szép színt. Na, hova menjünk? Nem tudom. Először is beállok, már legynek kell egy fotó. Picture. Meg Michael is majd álljon be. Ne bazd meg. Mellétek? Mellém, ja. Elém bazd meg. Én is így gondolkodtam egyébként. Tehát mellét, mellét. Aha. Kanos a kereked. Milyen? Kanos, gyúrát. Gerjed. Szerintem rád. Ó. De amúgy sumjálhatott volna az én már én is. Nem tök mindegy. De csak hol van? Na most megint kamion el kellett bólogatni. Bugos kence. Na gyerünk, csináld, nem azt menjünk már. Én látom, hogy ide gúl! Húzd be a kéziféket, te idiót. Jó. Igen, van olyan is, tudod. Ez akar menni, vezetni. Hallgatom meg azt a szemetet. Na, beúptam a kéziféket. Ilyen lilás árnyalatom van most a kamion nekünk a fényben, nem? Igen. Nem jó így.
Jó, addig nézzünk. Nekem most ez amúgy bécsi fuvar. Ez ami még meg, ez meg van még. Aha. Nem ott folytad le? Nem. Hát akkor megyek Grácsba. Jó? Jó, az úr. Jó, nekem jó. Jó lesz ez. Most akkor te most festesz, vagy mit csinálsz? Igen, de jön, már nézem a fuvart. Na, azt mondja, hogy... Na, mondjuk ezt lehet off-olom, azt a fuvart, mert van egy Bratislava-i. Jó. Ha várja, hol van Bratislava? Igen, még fölrakom azt a szart. Ah, ott van. Tehát van egy Grácsom, meg egy Bratislavánk, akkor... Van egy Grácsom túl. 20 kilónyi alma. Jó, úgy bírja a hétet fel. Hát, súmi állítom, ezzel is 60 nap fog jönni. I don't want to go fast. K. 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 Nem lehet gyorsan menni, mint 60, mi ez a pocs? Majd a Talia szervizni, csak majd a másik képet. Elkúrtad, mi? Hát nem, csak Suminak más a színe, nincs pót. Érted? Se fél jöjjek vissza, nekem ki kell mennem városon kívülre. Akkor vagy meg. Nekem is. Vagyis nekem meg át kell mennem a másik városra ez, de... Nem inkább kindáljunk meg valahol, vagy valahol. De akkor váljatok meg, bazd meg. Hát de én másik irányba vagyok, mint ti. Hát én Olszkin felé megyek most képpen. Most nem tudom, merre van Olszkin, hagyjál meg. Hát a autópályán. Köszönöm. Te épp most hagyom el mindjárt a város szerintem. Jaha, itt van a dance, elhagytam tábla. Hát akkor majd Bécsbe talig. Hol van a fönnbe kell nekem? Ah! Fölmentem a falra. Nyomkodom az afütőt. Most szereztetelem magamat. És komolyan 60-nal lehet végig menni itt. Na végül. Nem tetszik, Somi? Hát a 60-val egy olyan 3 másodperc alatt. 110, tehát... A 750. Power. Euró 600-be mentek, vagy hova? Én eltávolba volt. Én igen. Lehet, hogy még valaki elég kijöttem, de nem. Mindegy, itt vagyok a izémnél. Szervíznél. Igen. De menjünk ki akkor Sumihoz. Jó. Ottani. Oké. Okay. Ú, de szép ez a tej. Kell nekem az a skandináv DLC, bassza meg. Vedd meg. Nincs pénzem. Kapudnak van. Nem kapok pénzt. Jogsi miatt. Ja, jó, hát mondjuk jogos. Mennyi neked a jogsi? 170? Ja. Faction is annyi. Hát gondolom, hogy egy infláció miatt ott nem 150. Hát miért? Adott iskolától függ, hogy mennyi. Szóval ők szabják meg az árat. Ez oké, de hát van egy havi vizsgadi... Ja, megyek oda mindjárt. Gyere. Van 110. Hát most az a 30 ezer már szerintem tök mindegy. Hát nem annyi, mennyi, annyi, nem, mert nekem... Lehet csúszó, nekem meg lehet, az már pont alattalan. Nekem mi van a 30 ezer, pont az, hogy ebben benne lett volna az a 30 óra, meg a vizsgadi. Hát nekem meg úgyis az lesz, hogy meghúznak, szóval 170-ből nekem tuti nem lesz majd. Miért húznak? Hát, hogy így állsz hozzá, hát, akkor persze, nem? Hát, mert tudom, hogy megfognak, szóval... Akkor lesz a tett dennyerővel. Ja. Tudod, van hát, a... mondjuk te nem tudod, de talán Pánk igen, a Oli. Igen. És azt is már hátszó húgták meg. Jó, most nem azt mondom, hogy örökké, egyszer gondolom, amit meg nekem az nem fog menni. Hatodjára húzták meg. Nekem az nem fog menni, hogy főúton stabil 90. Mert? Hát most nem tudom. Nem kell stabil 90-nel menned. Mehet 85-tel is. Az van egyek, hogy nem menj gyorsabban. Hát de én 80-85 meg 90 elalszok, hát. Ja, hát ez már viszont egyéni szat probléma. Hát ja. Tehát... Csak tudod, más érzés, amikor te ülsz a nyorsülésen 80-nál és te vezetsz 80-nál. Hát jó, hát
Kettő az teljesen más, már meglátod. 60-70 nem mentem idáig max. Jó. Az az is mit tudom, volt egy 200 méter. Nopala nem fogsz, tehát a vezetés az teljesen más, mint az. Igazából pont leszarom, hogy most 170 vagy 200 ezer, mit tudom én, hogy meghúznak vezetésnek. Csak tudod, sokkal jobb feeling az, hogy oj, én első átmentem, mint az, hogy hát jó, második. Hát majd amikor miért pót vizsgálni, jó mondjuk, nem jó példa, de igen, tehát. De mondjuk annak örülök, hogy jó kis Volkswagen-en fogok, Golf pluszon. Nőst. Fáj mindjárt magad úgy. Jó, hát de legalább nem Volkswagen. Nem, az egy szar. Hát jó, hát de legalább Volkswagen. Hát de szar. Mi 1-4 mennyi lesz az, bazd meg? Na, most hoztam úgy 2 héttel ezelőtt. Ezé, 1-6. Hoztam. Tehát meghozta, este találkoztam vele. Dicsekedett, milyen jó meg, és reggel megyek súlyba. Azt már vitt az, vagyis az oktató vezetett, ott tiltott, vagyis hát kinyomott kuplungot, tiltja bazd meg. Meg fogja ott a fejét jobb egybe. Gyuri ember van. De amúgy nem tudom, kapnak valami kedvezményt az oktatók? Nem. Nem tudom ezt, hogy a faszba csinálja, hogy állandóan új autója van. Van pénze. Másfél éve... Ja. Másfél éves az autója és lecserél. Na, emeltük, vidd. Igen, én is azt hittem. Sorry. Jó, indulhattok. Csak már erre indultok. Nem jó. Tudom, már menjünk. Nem tudom, menjünk ebbre. Ki menj hova? Én Bratis. Hát akkor neked kéne elmenni. Jó, akkor majd előzök, nem neked. Hát mindjárt itt én beállok egy 60, aztán... De nem kell, hát van erő. Megbízok a Scania-ba. Jó, így már nem. 150. Nem, amúgy csak 50. Last is. Előttünk, Noki. Szemből. Majd balra, nem? Ja. Gyereket lenyomasz, utána játszom úgy előre, csak... Ja, jó van, tök mindegy, pályán letoljuk. Bocs, Sumi, egy kicsit nagyon berántottam el a kárdást. Na, bátya, nyomjad már. Határ is lesz, jajjaj. Valaki emlékszel, hogy ezt a falat tegnap lekocoltam? Na, ilyet szó szépen veszem, akkor játszom, hogy... Megint lekocoltam. Bazd meg! Ezt fél befékezett előttem, a kurva anyád, vigyázod. Nem, ez laggol. Nem, ez megállt. És rákos. Aja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 j
És mi akkor megy a live, vagy mi? Aha. Ja, jó. Sziasztok, napok. Fú, geci jó. Tükörbeállítást sikerült csinálnom. Mondjuk a jobb oldali való fasz se látok. Nem tudom, én valaptükörben mindig el vagyok. Én is. Nem, mert mindig babrálok. Na, akkor gyere. Jó, hát gyorsulok, 18. A sumit így is hagyjuk le amúgy. Jó, hát már 20-nál nem megy mennyire, nem? Ja. Hát jó, de 30 lóerővel több. Jó, de most neki 20 tonnája van, 30 lóval több. Nekem meg... Na mi a fasz? Nekem jó, meg 8 tonnál van. Bazd meg, százat tartsunk.
messzi a jelenetbe, az van. Már csak szélárnyék hosszú. Az, hogy 100? Mhm. Uh-huh. 95-tel jövök, úgyhogy majd... Én meg 99. Sum jön, ahogy látom. 105-tel. Köszön. Ha még bejösszem úgy? Nem tudom, ja, most látom. 6 videó, bazen már, vagy szétvakusztalak, geci. Jó van, sorry. Geci, már kanyarban már mondtam, hogy gyere, bazen. Ki írt? Még tegnap? Jó, írtam. Ketten, jó, nem értek. Anyád, azt én írtam neki. Jó, az egy dolog. Aztán visszaértem, te búzi. Tudom. Ki egy szó 20-41. 22-41 volt. Jó, a valós a játékban lévő időt néztem, de utána azt is mondtam, hogy mennyi az idő. Ja, ja. De minden bele kell kössébe amúgy nem menni. Igen. Jó, ennek defekt. Nyomjak egy satut? Nyomj el, bazd meg. Mányja, geci. Anyád a gyorshajtás. Na, nem tudom a motorféket. Retarderez. Ah, meg a motor volt. Jó van. Van baj. Na, ezt kiengedjük úgy. Ja, retardereszti? Nem, nem. Kérziféket. Azért nem tudtam oda megállni. Vagy össze vicc, hogy nyomkodtam ott itt a D-padot. Hirtelen nem találtam a motorféket, aztán leállítottam egyből a motort, megkapcsoltam az ablak tőlőket, és még a két féket így megnyomtam, ilyen visszataláltam. Tehát így különfék nyomkodtam. És addig mi ketten átmentünk. Na jó van. Ez egy faj jó volt. Temápi nem nagyobb, nem? Hogy én tök szépen mövőszem a kanyát, az véghúzza az oldalát, bazd meg. Ja. Mennyi egyébként a skandi? 6600. Most nem hiszem, vagy nem tudom, mennyi. 4 körül lehet. Ja, lehet már ment lejjebb. Megnézem, hogy G2-en akkor. Ja. Akkor csapathatnánk mondjuk. Az. Na, ez unalmas ez a táj. Tehát ahhoz képest igen. Titeket nem látlak, már tártak mindegy. Jó, megyünk le jobbra. Azt hiszem másfelől nem lehet. Lóc Pozna irányába. Pedig ebben a úton elvileg még nem jártam GPS szerint. Hát nagyon más irányba egyébként nem tudnék menni, de jó. Hát ja. Ó, ez nem tapad el menni, ami nem tudom. Doff. Hát ja, mondjuk az nekem is feltűnt, ugye. Scania nem tapad annyira. Ebben nem voltam annyira biztos, hogy egyszer most láttok jönni itt a forgón. Bunky? Hm? Hol vagy? Mögötted. Még egyszer így a seggembe. Fogok. Nyomj egy scroll lockot. Á, nem. Nem vagyok passz. Drága a benzin. Mi gázol, hogy? Venyem gázzal megy. Mekkora gond lőttem már szabadugásból?
tudom, miről beszélsz. Még sem. Bizonyítékod van róla? Mi? Ja. Bizonyítékod van róla. Sőle, érted, vezetünk 1-0-ra, Pánkinak kifagyott a játék. Ja. Szopás. Az, pedig akkora gólt lőttem szabadból. De utána vágott még egyet, az nagyon szép volt, csak mondjuk hazafele volt, de... Nagyon szép volt. Ja. Nem tudom, most már nagyon szerelszik a 14 is, meg a 15 is. Száz? Mi? Mondom, száz? Mi száz? Ja, igen, nem tudom, van bút kérdező. Hát kérdezném. Szerintem, ha hallgat egy bele ennyi, és úgyhogy... Már nem... Hát... 70-nel lehet menni, de azért mi százzal megyünk. Nagyon érem be a picsáját, úgyhogy levettem. Már nem bezz meg. Nem tudom, hogy csinálod, össze-vissza megy be az meg azóta. Látom. Majdnem elvitted a falat. Á, messze volt meg. Nem gúl el. Na, zsír. Tudtam
elindulunk, nem azt, hogy megállunk megint. Tiszta. Egyenesen. Ja. Az konkrét volt, Punky! Nem csak én, a Rambo is. Hát jól van, én most benne voltam a falban. Na itt vagyok. Oké. Töltött a játék? Mhm. Kösz. Hány százalék sumi? Mondatóba 5, egyébként 9. Visszatöltesz vagy az? Háj, bazd meg, itt vagyok mellettetek már. Sorry. Ja. Na. Bocs. Nem találj bazd meg a sebességet. Retardert akartam kingetni, és beúsztam a kézit. Látjuk, de sem talál a gombokat. Segélyeztem kivögve azért, meg körbe tappe voltam a touchpadet. Touchpadet. Touchpadot. Dashpad. Touchpadot. Jó, én most megeszem a 18 tonnál vagyok. Hát most te is laggoltál. Mögöttem. Láttam a tükörbe. Ezt a jelen, hogy mögötted laggoltál vagy sem. Hány százalék? 40. Jó, állj félre. Megjöttek, én kiléptem a faszomba. Mert. Jaj, most visszatöltök, csak azt mondom, hogy kiléptem. Jó, csak szopni fogtok, mert most van egy mentés, meg egészkor. És egészkor van, akkor én nem megyek vissza. Hát nézd meg a mostani. Igen, de mostani te nyomorik, ott van a károsodás, bazd meg.
Két centire kell jönni tőlem, mikor itt tudod, hogy mindenhol milyen tölt centire? Ez a kurva. Fél kamion volt, bazd meg, ma mentem ki a jelözleg. Most faszom, tehetek róla, hogy tölt ez a kurva játék. Poneretka szerviz. Tócba, bazd meg. Visszamentem Lodzba. Na, vajas jöttek be, hogy elvileg a seggét talált el a kamion a BMW-nek, a felborult a lökéstől, és a húd szélén állt meg. Ja, zsír. Nem értem, állt a pirosnál. Aha, hogy miatt a BMW a bánkuti állt a pirosnál, és hátulról elvileg meglökte egy másik autó, és kilökte a kamion. Na most ebben Pánkival avon gondolkodtunk előtte, hogy elég nagy lökésnek kellett annak hátulról lennie. Mi nem nyomta a féket amúgy? Igen. Ugyanis a kamion az jobbról jött, ugye a autónak a jobb oldala van megtölve. Ja. Tehát akkor ebben szerintem átelleni sávba kellett, tehát a bal oldali sávból kellett jönni a kamionnak. Tehát egészen a másik oldalig át kellett lökni a BMW-jét. Hát meg nem az basszus, hát miért nem nyomja a féket? Most nézz egy kereszteződést, minden autóban vagy autón világít a féklámpa. Mert tapossága a féket. Nem értem én sem, na mindegy. Esetleg... Zavaros az egész. Ja. Na mindegy. Hát meg mennyivel mentek bele? 140-nel? Hogy átlőtt el? Nem értem én se, hogy ez hogyan. Na, érdekes. Skandinávia DLC 12 EU, azt mondja átváltom, precízen. 4002. 4004. $3,800, nem? Mindjárt váltom már itt könyvbe. $3,900. Én már beleszámoltam a plusz egy eurót is, meg a vadókat. Hát good life meg a kódját meg beírod, azt akkor meg 2% vagy 3 legyen belőle. Tudok olyan kódot, ami 5%, úgyhogy ne aggódj. Ja, jó. De nem veszem meg, ez mindig drága. Tök mindegy, most mit izélsz? Remélyünk Grazba, utána úgyis kilép. Hanem mindegy. Mi a? Ja. Akkor azon megyünk mi felfel, azt sem. Hát de milyen unalmas egyelőre, még Grazban is gondolkodok. Na, hát akkor lépjél ki, azt mentünk. Unalmas a játék, ezzel mit csináljak? Én már nem vagyok akkor LTS fan, hogy én itt OL-kat tudjak ezzel játszani. Nincs olyan nagy varázsa ennek a játéknak. Hát ez hang volt.
van, mindjárt jövök. Ez mi volt? Punky? Mi van? Nézd, hátra. Látom. Ost, ez mi volt? Aranyos. Nem én voltam. Jó, nekem is vissza kellett töltenem, fogalmam sincs, hol vagyok. Persze most megszólalt a szalfos, de nem, ami lejárt a gyerv, nem értem miért. Azt hogy érezném a lejártat, mert... No, onnan tudjam. De... Ezt szerint nem lehet kikapcsolni valahogy? Nem tudom. Ilyen vett a vadállt a bejáték, hogy most valamilyen kitalálta, hogy most erre bekapcsol. 25 óra van még vissza. Beállítások, hangok. Zene hangjelje. Nagyszerű. Ki van kapcsolva? Igen. Mi a fontból teleportáltál a kamionom? Én nem tudom. Szerintem én nem megyek el Gavácsig. Nekem unalmas. Mondom én.